Üdvözlünk mindenkit! Ugye 2014-ben is összezizzent a videójátékos piac egy kis kiállítós díra Németországban, az ott történtekről pedig mi is igyekszünk nektek beszámolni, úgyhogy már jó szórakozást is kívánunk az első Gamescom-os hír összefoglalóhoz. A Remember Me-t fejlesztő párizsi Dontnod Entertainment bemutatta a legújabb játékát, a Life is Strange-t. Az epizódikus formában érkező kalandjátékban egy fiktív oregoni városkában, Arcade Bay-ben járunk, ahol Max Caulfield és barátnője Chloe egy másik barátjuk Rachel Amber eltűnése után nyomoz. Közben az is kiderül, hogy Max képes visszatekerni az időt, de a képesség használatával bizony a játék története is megváltozhat. Új látnivalókat kapott a Dying Light, amiben látványos menekülések közepette iszkolunk el az életünkre törő zombik elől. A játék egyébként 2015. februárjában jelenik meg PC-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra, PlayStation 3-ra és PlayStation 4-re. A magyar Neocore Games nem pihen a babérjain, hiszen miközben gőzerővel fejlesztik már a The Incredible Adventures of Van Helsing 3-at, egy másik játékra is üt idejük. A Death Trap-ről egyelőre még nincs sok info, de remélhetőleg hamarosan részletesebben is beszámolnak majd róla. A Bevel Studios bejelentette a Pneuma Breath of Life-ot, ami egy Unreal Engine 4-jel meghajtott belső nézetes kalandjáték lesz kizárólag Xbox One-ra. A játékban kapunk majd fejtörőket, de a lényeg a történeten van, ami egyszerre lesz félelmetes és nyomasztó. Szerencsére idén sem kell lemondanunk arról, hogy virtuálisan műveljük a földeket, hiszen érkezőben van a Farming Simulator 15, ami már idén októbertől elvarázsolja majd a búzák szerelmeseit. Akkor egyébként csak a PC-s verzió érkezik meg, az Xbox 360-as és a PlayStation 3-as kiadás kicsit várat majd magára. A Calypso Media bejelentette, hogy a 2011-ben kiadott Dungeon Keeper klónjának, azaz a Dungeons-nek hamarosan érkezik a folytatása. Egészen pontosan 2015-ben vehetjük át újra a gonosz nagy úr szerepét, és újdonság, hogy ezúttal már a föld felett is harcolhatunk csatlósainkkal. Kellemes felvételekkel hódít a Dead Island 2, amiből kiderül, hogy ezúttal is egy raklapnyi zombival a nyakunkon kell majd érvényesülni. A játék egyébként 2015 tavaszán jelenik meg PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra. Hatalmas meglepetéssel vétette magát észre a Microsoft a Gamescom-on, bejelentették, hogy a készülő Rise of the Tomb Raider Xbox One exkluzív lesz. A Crystal Dynamics fejese Daryl Gallagher a bejelentés után elárulta, hogy számukra ez volt a legjobb döntés, és nagyon sajnálják, ha pár játékos ezért elpártolt tőlük. Később azonban kiderült, hogy az exkluzivitás csak ideiglenes lesz. A Calypso bejelentette a Grand Ages Medieval-t, amit már nem a Hemimont Games jegyez majd, hanem a Rise of Penisről ismert Gaming Mind Studios. A játék egyébként 1050 környékén játszódik, a kampány mellett pedig kapunk multit és freeplay játékmódot is. Folytatást kap a 2005-ben megjelent Act of War. Az Act of Aggression célja, hogy visszahozza a régi RTS-ek hangulatát, amikor még a különféle nyersanyagokkal és a bázissal is összeszölnünk kellett. A Ubisoft bejelentette, hogy a legújabb, immáron harmadik Toy Soldier-t is ők adják ki, ennek hála pedig a játék nem csak PC-re és Xbox One-ra érkezik, hanem PlayStation 4-re is. A Microsoft három új, eddig még be nem jelentett Xbox One csomagot is leleplezett a konferenciáján. Az elsőben a konzol mellé megkapjuk a FIFA 15-öt, amiért csupán 400 eurót kell kicsengetnünk. A második csomag szintén 400 euró, de játékterén a Sunset Overdrive-nak örvendhetünk, ami viszont még érdekesebb, hogy egy fehér Xbox One csomagolhatunk ki a dobozból. És végül a harmadik bundle-ben a Call of Duty Advanced Warfare mellett egy speciális festésű konzolnak örvendhetünk, amiben egy 1 terabájtos merevlemez ketyeg majd mindössze 500 euróért. Végre a Gamescom kapcsán egy kicsit bővebb látnivalókat is kaptunk a Remedy legújabb játékából, a Quantum Break-ből. Jack Joyce rosszkor volt rossz helyen, és egy meglehetősen rosszul sikerült kísérletnek hála az idő szépen lassan összeomlik. Hősünk új képességekkel felvértezve indul útnak, hogy megoldja a rejtét, megmentse a világot, és megfektessen, akit csak lehet. A Frontier Development nem csak az Elite Dangerous-on ügyködik, hanem a Scream Ride-on is, ami egy kizárólag Xbox One-ra érkező vidám parkos mókának ígérkezik, azonban részletek hiányában más nem tudunk még róla. Köszönjük szépen figyelmeteket, hozunk még Gamescom-os hírösszefoglalókat hamarosan, de addig is jók legyetek, sziasztok!